Csaba, ezt te tudtad? Amerikában 11 másodpercenként követnek el betörést, 65 másodpercenként fegyveres rablást, 25 másodpercenként valamilyen erőszakos bűncselekményt, minden 21. percben gyilkosságot és 25 nem erőszakot naponta. Ez tisztában voltál ezzel? Te vagy a betegség, én vagyok a gyógyszer. <gül> <gül> Ezzel a, ezzel a általam megidézett szívmelengető információ morzsába, annyit George Pankosmatos Matos 1986-os klasszikusa idézőjelben, a Cobra, egy film, amely úgy beleragadt a köztudatba, főleg annak köszönhetően, hogy a kereskedelmi tévék unos untalan műsorokra tűzik, mert olcsó és mert kéznél van. Szóval annyira beleragadt, hogy szinte lehetetlen onnan kirángatni. És itt jövünk be mi a képbe, a kemény idők podcast úttörő lelkesedéssel a, a témához hozzáálló stábja, hogy kielemezzük és feltegyük az őt megillető kulturális polcra, amely polc lehet akár a legalsó is, ez majd az adás végére kiderül. Beszélgető partnerem, és aki ezt a filmet az első adás témájául választotta hogy áldja meg a jó Isten, a kiváló Tóth Csaba, a, a Vox és az NLC jelenlegi filmkritikusa, szerény véleményem szerint az egyik legjobb jelenleg aktív filmkritikus Magyarországon. Ezt nem árultam el neki előre, hogy mondani fogom, de most már nem lehet visszacsinálni. Szia Csaba! Sziasztok! Szerencsére a podcastben nem látné a pirulást. köszönöm ezeket a kedves szavakat, és nagyon szépen köszönöm a meghívást, meg főleg, hogy egy igazi... Azt kicsit sértve éreztem, hogy idézőjelvetetted azt, hogy klasszikus szó az elején. Nem kell idézőjelvetetni egy igazi klasszikusról beszélgetünk. Én nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Tudni kell rólam, hogy ez egyik első vhs egyike volt ez a film, plusz sokáig volt egy gyönyörű Stallone poszter a falamon, amin ezzel a lézerszézós gépityújával át, át napszemüvekben, és egy ilyen jókora poszter, és ott aludtam alatta éveken keresztül, szóval az egész szellemiségebben lémívódott. <laughs> <laughs> Szóval ezt figyelj, most beszélünk erről először, tehát ezt ideigén én fogalmam sem volt erről. Tehát neked kimondottan tetszik ez a film, szereted ezt a filmet? Mondok egy durvábbat ennél. Szerintem életemben ezt és a Terminátor 2-t láttam a legtöbbször. 14-nél hagytam abba a számolást évek, sok-sok évvel ezelőtt, és azóta biztos, hogy láttam még legalább kettő-négy alkalommal. Ez, ez azért... Érdekes számomra, mert én ezt a filmet gyerekkoromban sem szerettem, amikor először láttam. Akkor is, és most is, hogy újra néztem, most jobban tetszett, mint régen. Az idők során talán két-háromszor láttam. Jobban tetszett, mint régen, de még most is, és most már tudom, hogy miért, hiányzik belőle nekem nagyon valami. A gyökér egyszerű skripten kívül. Tehát az, hogy az komplexebb legyen. Az, valami nagyon hiányzott belőle, és most már tudom, hogy mi hiányzik belőle, az, ami ezt a filmet szerintem a középszernél magasabbra tudná emelni. De jó, akkor erről el fogunk majd vitatkozgatni, mert mert én nagyon nem, tehát messze nem szeretem annyira, mint te, de örülök neki, hogy te ennyire szereted. Előre elnézést kell kérnem, így a, hát. én itt hallom, aztán nem tudom, hogy a kedves hallgatók hallják de a gyerekeimet nem tudom kikapcsolni, ezért így a háttérben ilyen egészen horrorisztikus kiáltásokat hallok. <laughs> ha, ha ti is akkor ez nem, ez nem a kobra gyilkosának aktív tevékenysége a háttérben, és nem, nem kobra zaj, hanem a gyerekeim zaja. De visszatérve a témához, a, Kobra, nyugodtan nem kell annyira ö, rébuszokban fogalmazni, a Kobra egy rossz film. Én úgy imádom ezt a filmet, hogy tudom, hogy ez egy rossz film. Uh -huh. Szóval ö, annak ellenére, vagy épp azért az már más, más kérdés, de valamiért nekem annyira az egész 80-as évek, a régeni korszak esszenciája ez a film. Annak a korszaknak, amikor megszerettem a filmeket, uh -huh. hogy, 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 hogy épp ezért annyi minden van benne abból a korszakból, hogy ö, még ha nem is szeretem a régeni korszakot, hogyha így mai kritikus fejjel visszagondolok, nagyon sok minden, ami rossz az amerikai, meg a nemzetközi politikában az akkoriban kezdődött. De ennek ellenére valahogy az a, az a, az a filmezés, az a fajta hollywoodi ilyen műfai filmezés, ami nagyon-nagyon megfogott engem az akkoriban, akkoriban volt talán hát csúcson. Lehet, lehet, ilyet, lehet ilyet mondani, hogy amikor nem volt szégyen, meg tényleg igazi fan volt az, hogy műfői filmeket forgattak, és nem, nem agyalták túl, nem, nem kellett mindegyikben, nem tudom milyen mondani valót tenni, hanem tényleg, mintha ilyen szórakozásból készültek volna a filmek, szórakoztatni akartak, és szórakozni ők maguk is közben, és a Cobra szerintem az ennek a quintessenciaja és ráadásul még egy ilyen a Vanity Project is, és általában a legtöbb Vanity Project, az, vagy Hiúság vagy szépen magyarul mondjuk, a legtöbb Hiúság project általában szörnyű és fogyaszthatatlan, de a kobra valahogy megugorja azt, hogy annak ellenére, hogy Hiúság project mégis rendkívül szórakoztató. Uh -huh. Szórakoztató, az kétségtelen. ezt, amit most elmondtál, ide hadd fűzzem be azt, hogy, mert erről sem volt még ebben a pár percben szó, és ezt nem is nagyon akarom ismételgetni, hogy egyszer tisztel, hogy ez a, ez a podcast, amit most elkezdünk, ez, a pot, ez remélhetőleg podcast sorozat, ez a Kemény Idők, ennek mi az arsztpolitikája? Szóval egy, egy, egy egyszerű oka van annak, hogy a Kemény Idők podcast kimondottan az akciófilmeket választotta, illetve mi választottuk általános témájául. Az akciófilmek a legnagyobb bevételt hozó filmes műfaj a világon, szerintem mégis a legkevésbé elemzett a másik megvetett műfaj, a horror már sikeresen harcolt ki egyfajta legitimációt magának. Széles kritikai igény van arra, hogy ha rendelkezik egy horrorfilm bármilyen sejthető szubtextusra mondani való, tök mindegy, az felszínre rángassák, tanulmányozzák, vagy a interpretációit közé tegyék. Akciófilmeknél ilyesmiről szerintem nem nagyon beszéltünk, még akkor sem, ha az a bizonyos subtextus. Szubtextus annyira nyilvánvaló, hogy megszűnik an, ö, annak lenni, és néha szó szerint kiszúrja a szemedet. Az akciófilmeket általában csak elkönyvelik, elkönyvelik, hogy léteznek, meg elkönyvelik a bevételüket. Ezen túl nincs a régén, hogy foglalkozzanak velük, több szempontból is, több olyan szempontból, ami csak rájuk jellemző. És ez egy elképesztően érdekes műfaj, és egy kicsit ezért kell jobban beletúlni. Na most, hogy mindezt a lózunkat elmondtam, amellett tényleg a kobrának, Roható semmi mondani valója, mondani valója nincsen, viszont nagyon ügyesen, vagy akarva akaratlanul visszaadja adnak a bizonyos régen korszaknak, a régen a régeni uh, gazdasági és szociális attitűdnek adja egyfajta lenyomatát. A Pontosan azért, mert gyökér egyszerű, pontosan azért, mert kiválaszt magának egy uh, ellenségmintát, és azt egy uh, 80-as években ilyen dörtiherűszerűen Neki megy ennek az ellenség mintának. Igen, tényleg te az te... a fura, fura, hogy egész biztos vagyok benne, hogy se, sem Stallone, sem uh, George Pank, Pán kozmatosnak az eszébe nem volt ahhoz, hogy ő bármiféle mondani valót vagy korlenyomatot De... uh, tegyen a filmjébe ebben, ebben 99 99,9%-ig biztos vagyok, mm. <sítsz> és ennek ellenére mégis, mégis, ott, van, és tényleg még egyfajta politikai lenyomot is egyébként. Ennél tudom, hogy majd megyünk egy jelenetre, csak hogy egy jelenetet elemezek, hogy mennyi mindent mond el erről, amikor van a, van a a szupermarketben, amikor elintézik, elintézi Stallon azt a és so, az a gyilkost, vagy minek nevezzük azt a fickót, az a ott az elején, és, és utána a, a kint jönnek az újságírók, és így Számon kérik, őt, számon kérik őt, hogy most mit is, mit is csinált, és ő volt a durva, durva azzal, hogy lelőtte ezt a fickót, és ő pedig elkapja az újságírót, és így az egyik hullába belenyomja az arcát, hogy akkor ő tőle kérdez meg, vagy valami ilyesmit mond neki. És ez az, annyira egy ilyen kor lenyomat, hogy a régen kormány gyakorlatilag az volt a, az volt a mániájuk, hogy egyre, egyre nagyobb szabad kezet kell adni a rendőrségnek, hogy bármit megtelsenek, és hogyha a, a libernyákok ezért elkezdtek hőzöngeni, hogy túl keményen bánnak meg túl kemények a törvények, akkor ezt kellett mondani, hogy ez volt mindig a szöveg, hogy igen, akkor ti a bűnözőket véditek. És ez soká, sokáig ment ez a so, sokáig ment ez az egész, és gyakorlatilag ez az egész politikai vita abban az egy jelenetben ott van kicsiben. Ami bizonyos szempontból szerintem elképesztő, hogy itt tényleg egyetlen egy kicsi, egy kicsi primitív jelenetben visszaköszön egy komplet politika. Igen, hát a, a filmnek a producerei a... Canon films, a Golan Globus producer uh, duó, az sosem sose mentek komplexitásra rá. Tehát ami egyszerű volt, azt szerették. Uh, és a 70-es uh, évek és a 80-es évek Amerikájának az elképesztő erőszak hulláma, vagy legalábbis amit a középosztály annak látott, uh, az arra volt a régen uh, megválasztása egyfajta válasz, és ez jön át ebben a filmben. Tehát az, hogy mindent a brutalis, brutalitásra redukálni, a liberalizmusnak itt nincs helye, itt azonnali akció kell az alsóbb osztályok vélt agressziójával szemben. És ez az, ami ott ebben, abban a jelenben például teljesen egyértelműen kijön. Mm -hmm. De... Furó, hogy pont, pont így ő, őket említett, hát ők emelték fel például szerintem a Chuck Norris karrierjét is, meg mm -hmm. hát a bosszú folytatásokat is a Canonék nyomották. Azt az első az még talán nem az övék volt, csak a folytatások jogait tették meg, de lehet, hogy tévedek, mm. akkor, akkor elnézést kérek. És amúgy furcsa, hogy pont ők nem tudták ezt a filmet teljes mértékben finanszírozni, azért is lett végül is Warner Brothers film, állítólag Stallone annyira el, elszállt, elszállt az agya az a Vanity Project, amit már így említettem, hogy egyszerűen brutális költségvetés előtt a filmnek, és ennek köszönhetően a Canon csak társfinanszírozó lett végül, is, és nem ő lett teljes mértékben. Szóval a Cobra csak félig meddig Canon Group film. Igen, be kellett hozni a warner pontosan azért, mert elszállt a költségvetés, meg hát eleve később, tehát a Warner forgalmazta, tehát a Canon volt a producercég, cég, a produkciós cég, és csak a Canon forgalmazta végül. És itt jön be az, egyébként említetted, hogy megyünk jelenetről jelenetre, én nem szeretnék jelenetről jelenetre menni, tudom, sok podcast ezt csinálja, de szerintem az nem, csak beszélgessünk, az kész, nem kell, nem kell jelenetről jelenetre menni szerintem. És csak attól féltem, hogy előre ugortam, de akkor nem, nem akarom. Nem, nem, abszolút, ami eszedbe jut. És, és uh, itt jön be az, amit elmond, ahhoz jön be az, hogy mi hiányzik nekem ebből a filmből. Uh, ez a film az eredeti formája, ugye most 8, az, ha jól tudom, 89 perc, ha jól emlékszem. 87 perc. Eredeti 89. formájában több mint két óra volt. És ez egy rendkívül véres, erőszakos film volt eredeti formájában. És egy héttel a premier előtt, amikor a Top gun bemutatták, és a Top Gun brutális bevételt hozott, akkor a Canon és a Warner Brothers úgy, dönt, úgy döntött, hogy több mint fél órát kivágnak a filmből. Kivágták az összes jelenetet, az összes őért. Nem tudom, azt hiszem a Reddit-en az, olvastam. Az még, kor, az még korhatár problémák miatt, az nem a Top Gun miatt volt, hanem az uh, korhatár problémák Elmond, Egyrészt, hogy az X annyira véres volt, annyira brutális, hogy majdnem X-et kapott, ami ma már nem létezik a Jotom X kategória, de majdnem. Csak, csak nálunk. <laughs> Igen és egyrészt azért, másrészt meg, hogy beérjék a Top Gun bevételét, kivágtak belőle fél órát, hogy minél több mozi előadást egymás után be tudjanak passzírozni. Csak és kizárólag ez volt az oka annak, hogy ilyen rövid a film. És egyrészt az, hogy narratív fejlődést, elősegítő jeleneteket szó szerint kivágtak belőle, és az összes vért kivágták belőle, az összes ugye slasher filmek nyomán uh, keletkező erőszak uh, jeleneteket, az, az egész film arra van felépítve, hogy van egy ilyen, ez, az egész filmnek van egy egyfajta horror hangulata. Csak éppen a horror jelenetek hiányoznak belőle, uh, az össz, uh, mindig csak utalás mindig csak egy ilyen elmosódott, belassított utalások vannak arra, hogy valami történik, és egy-két kivételtől eltekintve. És ez az, ami szerintem ö, levágja a film tökeit, hogy úgy mondjam. Tehát ö, ez egy nagyon frusztráló film, Min mindig tart valami csúcspont felé, és úgy igazából sosem éri el a főgonosz halálának kivételével a film legvégén. Igen, nagyon-nagyon furcsa, hogy felvonultatják ezt, ezt a egészen brutális kést, amit használ, amit direkt neki, a kellékeség direkt a színésznek Brian, Brian Thompson, ha jól emlékszem. Brian Thompson igen, direkt neki terveztek, hogy egy emlékezetes és félelmetes fegyver legyen, és igazából folyamatosan látjuk, hogy látjuk azt, hogy a pszichóban kicsit hogy így lesújt a kés, de igazából sosem látjuk az eredményét, szóval nem látunk vért, nem látjuk a fegyvernek a behatolását, nem látjuk azt, hogy a balta lecsap, nem, nem, látjuk, nem látjuk, vagy illetve pontosabban maximum a lecsapását látjuk, de ahhoz, amit, amit célba ér, azt már nem mutatják. Igen, és, és gyakorlatilag ez egy vértelen, sok szempontból egy vértelen Slashernek, és egy dirty Harry filmnek a furcsa, furcsa keverék, ez a, keverék ez a film, és közben ott vannak ezek az egészen brutális horror hangefektek, amiket lehet, lehet hallani, hogy amiket egy használnak, főleg a kórházas jelenetben. Meg még azon kívül is azért többször is, meg ott van a Brian Thompsonnak az arca, az a maszka, ami tényleg valami egészen kegyetlen és ilyen hidegrázós, ahogy így meglátod, de mégis, mégis az van, hogy mintha így ilyen szégyenlősködne az utolsó pillanatban a film, mindig így elszégyeni magát, és akkor jajaj, jaj, akkor ezt ez talán már mégsem, Amúgy lehet, hogy tényleg akciófilmnek az már lehet, hogy sok lett volna, de lehet, hogy pont attól lett volna egyéniség ennek a filmnek, hogy egy akciófilm, ami bevállal nyilvánvalóan egészen brutális slasher horror jeleneteket. El tudom képzelni, hogy, hogy eredetiben így volt. Nem tudom, én úgy hogy te láttad, de én úgy tudom, hogy a YouTube-on egy darabig legalábbis fent voltak kivágott jelenetek a kobrából. A 90-es évek elején ilyen skandináv adókon ment egy olyan változata, amiben ezeknek a jeleneteknek egy bizonyos része visszakerült, de a pont a véres inzertek, a brutális inzertek, azok még abból is ki voltak hagyva. Tehát van egy olyan jelenet, amikor a végén jön a motoros banda ahhoz a hotelhez, vagy motelhez, ahol meg, megszálltak, uh -huh. és van egy, egy jelenet, ami csak arról szól, hogy a motelnek az öreg tulajdonosát és egy a konyhán dolgozó nőt lemészárolnak és ezek a jelenetek még fönn vannak a Youtube-on, de az, ahogyan lemészárolják őket, tehát a gore, az hiányzik még ezekből is. Én úgy tudom, hogy egyébként látott tévedek, de hogy két részletben uh, nyesték meg ezt a filmet, hogy uh, volt az egyik az, amit még korábban a, kor, a jobbkorhatár miatt, és arra több idő volt, és volt az, amit te mondasz, az az utolsó pillanatos, amit a mm -hmm. Top Gun miatt csináltak, amikor már konkrétan ilyen uh, szedtek ki, de a, hogy a, lehet, hogy az már, amit te láttál, az egy olyan verzió volt, hogy, a, hogy ő már ki bele szedve a góriánetek, de a uh, de a rövi, ö, rövidítéseket még nem csinálták meg ezeket. Nem, az nem, az nem, a, amit, én, a, ami a fenn van Youtube-on, az nem a teljes film és beleinzertálva jelentek, hanem csak aki ezek a kimaradt jelenetek. értem, értem. Azt de a mondom, teljenség. ezekből is a gor hiányzik. És mondom, ez az, ami nagyon, nem azért, mert szeretem a horrorfilmeket, nem azért hiányzik, hanem az egész film úgy van megrendezve, mint egy horrorfilm, és úgy van hajtva, mint egy horrorfilm, és pont a, a betetőzése a hangulati betetőzése annak, amelyre a film harad, az hiányzik minden egyes beatből, minden egyes jelenetből. És ez, ez egy nagyon vérszegény, és így érezhetően össze-vissza vagdosott filmet eredményez. Érezni a filmből, hogy innen rengeteg minden hiányzik. Igen, ez kétségtől benne van. Azt azért talán túlzásnak tartom, pár olvastam, hogy ilyen konkrét plot, plot nyíltak meg emiatt a filmben. Ezt talán azért kicsit túlzásnak tartom, kevés dolog valami. Nyilván maga a Night, Night Slasher bandájának a motiváció, vagy az egész bandának a háttere, meg hogy mi ez az egész, ami egyáltalán tényleg a legkisebb mértékben sincs elmagyarázva a filmben. Most, és csak kicsit csak, csak az eredeti verzióban sem volt ez kibontva. Tehát ez eleve, még a full verzióban is, ennek a filmnek egy katasztrófa forgatókönyve. könyve. Nem azt, Hittem, hogy, azt nem tudom, nem. hogy azt legalább egy kicsit magyarázták, mert végig itt van, felhúznak nekünk egy konkrét szektát, ami gyakorlatilag ilyen éjszakai mészárosként járja a várost, és embereket öl, főleg, főleg nőket, bár mondjuk nőket látunk, de a híradó már mondnak, hogy mindenféle Típusú áldozataik voltak, és ennek ellenére nem tudunk meg semmit, hogy mi a céljuk, valamilyen Istennek áldoznak, vagy mi, mi ezzel az egészen a céljuk, meg miért, miért vannak benne rendőrök, meg mindenféle, mindenféle ember. Nagyon-nagyon furcsa, hogy ezt az egész csak fogadjuk el, hogy ők így vannak, erőszakosak, fenyegetik a társadalmat, és meg kell őket állítani, de semmit nem tudunk róluk, és nem is próbál róluk a film semmit állítani. Semmi, mindenféle motiváció, meg háttér hiányzik a filmből. Egyrészt a a szektáról nem tudunk meg semmit, kobráról is csak annyit tudunk meg, amennyit a viselkedése figyelésével megtudhatunk, de a hátterétről semmit, a modellcsajról sem tudunk meg semmit, akit a Brigitte nélzen alakít, a kobra teljesen felesleges partneréről sem tudunk meg, senkiről nem tudunk meg semmit. Azért És bocsánok. ez. Igen? A kubrának van egy nagyon-nagyon fontos pillanata szerintem, az minden idők egyik legjobb Mennyire lehet jó egy film, ha mindenki arról az Isten, mindenkinek erről a filmről az az Isten vette jelenet jut eszébe, amit nem <laughs> tudok mondani. <nem> mennyire <laughs> lehet jó egy film? Parancsolj! <laughs> el... a Szóval van egy klasszikus jelenet, még viszonylag a film eleje felé járunk, amikor Kobra Mer a Mercury, úgy hívják azt az, az autómárkát? Fogalmam sincs, és nekem mindig egy olyan, <coughs> bocsánat, egy olyan bogerhátú Volkswagen jut eszembe róla, amit radioaktív sugárzásért... <laughs> Annyitól, kezd egy 50-es évekbeli kocsi, és yeah. uh, egészen véletlenül pont a héten lát, néztem újra a badlands a Terence merrick és abban uh -huh. is egy ilyennel, uh, ilyennel járnak a Martin, Martin Sínék egy, egy uh -huh. tök ilyen uh, járgányjal, és uh, ezzel, éppen, uh, ezzel a járgányjal épp hazamegy Cobretti, ami amúgy stallone a saját kocsia volt, ezt, ezt yeah. most olvastam, yeah. így fölkészülve a triviák uh, között. Uh, és ezzel így hazamegy, fölmegy a napsütötte a lakásba, ami, egyébként a tengerparton van, és feltűnően ilyen hatalmas ablakok és ilyen kivilágított. Lehet látni, hogy az egész lakás egy ilyen nagy személy. Tipikusan, ahogy a 80-as években a rendőrök laktak, érted? Egy olyan lakásban, amit biztos, hogy nem tudtak volna valóságban megengedni maguknak. Igen, igen. igen. <laughs> és, 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 hazamegy, és az egész lakás ilyen kicsit ridág, ilyen össze-vissza van a dobában minden, és kinyitja a hűtőt, és úgy, ahogy van a fekete kesztyűjébe, a kiveszi a hűtőből a pizzát, és kesztyűbe, ollóval vágja fel, és leül és elkezd élni a jéghideg pizzát a hűtőből. Az a karakter, aki aztán 5-10 perccel később a saját társát oktatja, oktatja ki, hogy nem eszik elég egészségesen. Most a mély hűtőbe veszi ki azt a pizzát. Nem, a hűtőbe azt mondja, csak a sima hűtőbe. Bocsánat, nem a, én újra néztem ezt a filmet, a fűtőnek a felső részéből veszik ki, a méhűtőből. Tényleg, én, én is ugyanezt tudok, Mert... ez nem figyeltem elég a A és a fegyvertisztító készletét is onnan, ugyanonnan veszik ki. Tehát, hogyan, hogy a frázba tudja megenni azt a kőkemény pizzát egyből? <laughs> Jó, de, mondjuk de... a kobrán valósághűségét elvárni, az teljesen fölösleges. De az, Igen, az szóval... a én Bocsánat, még így, befejezem még csak, ahogy mondtad a fegyvertisztítást. Igen, és amikor uh, annyira meg akarják mutatni, hogy ennek az embernek az élete csak és kizárólag a munkájából áll, akkor megmutatják otthon, igen, miután elfogyasztotta az szükség szükséges ételt, semmi más nem csinál, csak a fegyverét tisztítja, vagyis készül a következő akcióra. És, de, de ugyanez a nice lesson is, hogy amikor uh, egyszer mutatják őt így mond a hazai környezetében, ő semmi sem, sem más nem csinál, csak élezi a kését csak <laughs> hat hadd kérdezem meg tőled valamit. Igen. Kérsz egy pepsit. ez a film, ez annyira tele van product placement, és olyan egyértelmű product placement a Pepsi részéről, ami én soha talán nem is találkoztam filmen. Tehát a Cobra egy bazinagy Pepsi reklám, neon reklám alatt él, a bevásárlóközpontban, ahol az elején a lövöldözés van, a potenciális, potenciális áldozatok egy Pepsi automata köré gyűlnek, Kobra egy Pepsi automata mögött keres menedéket, mindenhol Pepsi van, és egy kicsit később a partnere Coca-Cola-t iszik dobozból, úgy látszik a Coca-Cola kevesebb pénzt adott a filmnek, mint mint a Pepsi. Szóval valami elképesztő, pofátlan Product Placement van a cobrában. Sas Tamás kedvenc filmje. Igen? <laughs> ja, ja, értem, jó, vágyom. Ő a magyar Product Placement király, volt so sokáig. Volt szakint, a, a Herendi, Herendi Gábor mellett, bár a kettő közül, ha már lehet ilyet mondani, hogy a, a idézébe térve az ízlésesen, Herendi az ízlésesebben csinálta egy kicsit. Figyelj, a, 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 Európa Express a Sastamás? Nem, egyik se, az uh, valaki teljesen más nem Már csak mondani akartam, hogy mivel tudom, hogy nagyon, eszélye, egy következő epizódnak a témája esetleg az Európa Express lesz, ott, ott abszolút kiélheted magad majd a ezeken a dolgokon, de akkor tévedtem, nem Sastamás. Az, az az időszak teljesen már összekövedik a magyar filmkészítés szempontjából a fejemben. Hát, Sastamás életművőben az Európa, Európa Express valószínűleg kiemelkedő pontnak számítana, de... Hát. <laughs> Ne, ne rúgdossuk most őt meg. Nem, meg bár, a menjünk, vissza a rég, menjünk vissza a régeni Amerikába. Ott, ott is van elég rúgdosni való. Szóval, már többször így felemlegettük ezt a film, filmet, a Piszkos Erit, és ugye azt a figurát a kobrában, aki kobrának a rendőrségen a nagy ellenfele, közvetlen főnöke, aki állandóan leteremti őt, és mindennek elhordja, azt az Andy Robinson játsza, aki a Piszkos Harry-ben a Skorpiót játsza, a sorozatgyilkost, a Piszkos a, az ellenségét. És nem tudom, hogy ez a Kobra készítőinek részéről egyértelmű utalása a Piszkos Harryre. Szeretném feltételezni, hogy igen, de de el tudom képzelni, hogy fogalmuk nem volt erről a párhuzamról. Sőt, a González karakter René Santoni is megfordult a piszkos. Ó, égényekben. igen, tényleg, tényleg. Bár nekem szóval... őről a mindig a Seinfeldből, a papi nevű figura jut eszembe, de most ez mindegy. Ez... Tényleg a René Santoni van a Dirty is. Hát akkor meg, akkor meg biztos, hogy valamilyen utalásokat lenni, vagy valamilyen a Cobra 80-as évekbeli Dirty Harry szeretne lenni, és igazából az is, mert a Golan globus a Canonéknek ez a hatása az akciófilmre igazából a 80-as években, hogy azt a 70-es évekbeli amerikai akciófilmet, ami társadalomkritikus, de szórakoztató akar lenni, abból minden olvasatot kiírtanak, és elbárgyúsítják az akciófilmet. Én szeretem a Golan Globus filmjeit, a Canon filmjeit, de azt szerintem be kell látni, hogy a kemény mentális csökkenést okoztak, mentális deficitet az amerikai akciófilmben. Stallone is lehet látni egyébként, hogy, hogyha megnézzük a filmográfiáját, hogy amikor először próbálkozott ezzel a kemény zsarús film, akkor még egy ilyen ennél azért jóval intelligensebb mozival tette, ha emlékeztek a Night, emlékszel a Nighthawks Night igen, az, szerintem az egy kimondottan jó film, és az egy, az egy ezzel szemben egy kimondottan intelligens film. De figyelj, nem az... a, 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 ha jól tudom, az 79 vagy valami ilyes, vagy 80? Ne, az 80-as évek már szemben, de Igen, De meg, az no, még no. egy, még ha 80-as években készült is, az egy 70-es évekbeli film. Érted, hogy ezt hogy mondom? Tehát az egy... Ö... 81-es most nézni, igen. igen. Vizualitásában, témájában, ahogyan dolgozik ez a film, az egy nagyon 70-es évekbeli film. Hangulatában az egy nagyon 70-es évekbeli film. És uh, még messze nem az a 80-as évekbeli amerikai akciófilm uh, jegyeit hordozza, mint például a Cobra. De nagyon jó film. Valószínűleg azt is tanulta belőle, hogy az a film az eléggé megbukott annak idején, amikor bemutatta. Uh -huh, uh -huh. Szerintem azt tanulta belőle, hogy neki akkor megy igazán jól, hogyha uh, ha buta filmet készít. Ezt, abból is gondolom, hogy a, uh, ezt a filmet a Rambo 2 után készítettem, hogy az egyik legbutább filmje talán. talán uh, én én nagyon szeretem a Rambo 2-t, megmondom őszintén. Uh, ezzel nem azt akarom mondani, hogy rossz, csak az, hogy az egyik de... legjobb film, az, az, kettő nem zárja. Igen, ahogy te kérdezi. szereted a kobrát, és én nem szeretem, nyugodtan mondd a Rambo kettőre, hogy szar, én viszont szeretem. Nem, szeretem, a... nem szar, az azt vállalom, hogy buta film, de, Aha. nem szar. Figyelj, a 85-ben egy évvel korábban két hatalmas sikere van, a Rambo 2 és a Rocky 4, az egy, ez egy nagyon durva, ez egy nagyon durva kettős, és szerintem uh, stallone Stallone ez, az, a, ez az, 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 időszak, amikor Stallone nek elszáll az agya. Nem tudom, hogy ez a kokain mennyire játszott ebben szerepet, de amikor az egója teljesen elmegy a csárdába. És euh, volt ugye egy, olyan, egy figura, egy katona figura, amit ő alakított, a Rambo. Volt egy sportoló, a Rocky, aki, aki szintén figurája volt és most ő ezzel harmadik egy harmadik oszlopot akart a filmográfiájába, a zsaru karaktert, és ez lett volna a kobra, csak nem, hát a kobra nem bukott meg, elég jó bevételt ért el, de mondjuk egy tognához képes messze elmaradt, de mégsem készült soha folytatása érdekes módon, pedig azért... Szóval igen, nem bukott meg, Azt hallottam, hogy a még a bevétel az még indokolt és volna folytatásra rajta, a folytatás, akkor ment el a kedvetőre, amikor nem tudom, milyen rengeteg aranymánát vágtak hozzá, ha jól tudom. A, uh -huh. És ak -akkor, akkor még az aranymálna valamennyit számított a szakmában. <laughs> Ma már nem feltétlenül van így de mm -hmm. meg Stallone is szerintem már időközben így lepattant, ez már rólam annyit kapott a karrierje során, de akkor még szerintem számított neki, és fájt, fájt, neki, és szerintem ez, ez okozott benne valami, valami törést, amiatt nem folytatta mm -hmm. soha. Pedig Eredve az egész karakter úgy van kitalálva, hogy ez egy ilyen magas egyébként, ilyen cserélhető, hogy ott van ez a kőkemény zsarú karakter, aki rendet csinál az utcákon, és ilyen jöhetnek az új rossz fiúk, és jöhetnek az új kalandok. Szerintem gyakorlatilag ez ilyen végtelen történet lehet. Abszolút, annak. teljesen adja magát, hogy lehet sem folytatása, igen, 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 igen. Figyelj, a Stallone a karaktert ő, úgy dúsítja, a maga módján, tehát ezek az, 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 összes ilyen kis nevetséges quirk, ami van a karakternek, az, hogy a pizzát ollóval eszi, hogy vannak ezek a egyéb mondatos benyögései, amik borzalmasan rosszak. Tehát én szeretem a one linereket, Schwarzenegger ezt nagyon jól tudja csinálni, de a stallone itt borzalmas benyögései vannak, nagyon gyengék. Egyáltalán egy, egy darab van. nagyon jó azért van. Melyik? még az elején a boldban, amikor a ö, csávó mondja, hogy felrobbantja a boltot, akkor mondja, hogy nyugodtan én nem itt vásárolok. <laughs> Jó, az annyira nem rossz, tényleg. Ilyen, <laughs> szóval ez biztos vagyok benne, hogy a Stallone ezt ő maga, ja, hát eleve ő hírta a forgatókönyvet állítólag, ez, ez, az ősz karakterépítés, amit beletesz a filmben a, a figurába. Tehát ezekből az online-erekből él, és ez kevés, és ez itt nagyon gyenge. Tehát, amikor mondja az egyik főnöke neki, hogy kobra magának hozzáállási problémái vannak, itt lehetne egy jó poén nyomni, kicsit el kéne gondolkozni a válaszon. Erre csak ennyit mond. Igen, de csak egy kicsi. Ennyi a válasz. Igen, igen, igen. igen ez, 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 nem állja meg a helyét semmilyen szinten. Ez és, azt gondolja, az orszáll, és azt gondolja, hogy itt látszik az arcán, azt gondolja, hogy mi mutatja is ezt a kicsit közben a két ujjával, és szerintem így azt gondolja, hogy ez így vicces. Ez a legszomorúbb, hogy ugye azt gondolja, hogy aranyos vagy vicces, amit jött ő, ő, akkor csinál, és közben egyáltalán nem kicsit ugyanolyan van volt az embernek, mint ahogy a gyilkosságoknál nem látod a vért, meg nem látod a késbe hatalását a testbe, vagy nem tudom, vagy az Én, ilyeneket. Igen, igen, igen. És itt is ilyen hiányérzeted van, hogy így azt érzed, hogy így a, nincsenek. nincsenek igazán a poénok, vagy nincsenek igazán kidolgozva a poénokon, vagy nincsek igazán kidolgozva a, de, dialógusok, hogy kicsit csak hogy megyünk és ilyen holt egyszerű az egész haladjon a cselekmény minél gyorsabban és, és menjünk előre. Ahogy mondtad, hogy ez tényleg egy vanity project és ez abban merül ki, hogy a stallone azt gondolta, hogy elég az egész filmhez annyi, hogy kigyúrja magát és beáll ilyen coolnak vett pózokba és ennyi az egész. Ennyi az é, egész. És egyébként az, az a vicces, hogy ennek ellenére, hogy látod rajta, hogy ez ilyen műkul, mégis is valahol cool. szóval, Igen, igen, mert a fickónak van egy veleszületett karizmája, tehát az, az tagadhatatlan. Igen, végül is a Drive-ban a Ryan Gosling figurája, az kicsit így részben így ezt a karaktert majmolja kinézetében. Ha nem, is, ha nem is, teljesen szóval. Szóval azért lehet látni, hogy, ö, lehet látni, hogy azért volt ennek így utó élete, meg utóhatás ennek a ö, karakternek, meg így, meg így általában nem a karakter szokták cikizni, hanem magát a filmet, szóval nem, amikor utólag visszagondolnak rá, vagy így ilyen rosszakat mondanak a kobrára, azt legritkábban szokták a karakterre mondani, pedig, pedig azért arra is lehetne ezt azt. Hmm. Tudod, hogyha valaki a farka mellett hordja a pisztolyát, egy 45-öst, ja, és, miut így és miután lő vele jó sokat, az a cső, az húsz forró, és utána visszateszi a farka mellé, akkor az a vas a pöcsét betapasztja, tehát besüti. Ez, ez ennyit a realizmusáról ennek a filmnek. Igen, uh, igen, de azért nem, nem is úgy, hogy láttam már, hogy valaki mondjuk így hátul beteszi a gacsájába, vagy oldalt, igen. olyat már többször láttad, hogy tényleg konkrétan legelő középre nyomja igen. a gacsájába. Még bármikor előheti a tökét, szóval, na igen. Szeret veszélyesen élni, szerintem. Gondolom, hogy ezt akarja. Ha már a veszélyes életnél tartunk, akkor ugye a filmben a partnere, az akkori felesége Brigitte Nielsen, és most lehet, hogy megsokkolok ezzel, de szerintem ez a modell, ha jól emlékszem, modellcsaj, ez az a film legjobb alakítását nyújtja. Hát ha én a, én a Brian Thompson-t kiemelném, szerintem ő így a, a semmiből tud egy félelmetes karaktert csinálni, úgyhogy igazából nem is karakter, csak valahogy egy... Hát olyan ő csak színű... létezik az a fasziót abban a filmben. Igen, azt, igen, ő csak létezik, de mégis, mégis tud, tud olyan, olyan szinten para arc lenni, hogy, ez, hogy az egész... Uh egész fenyegetést, amit ez a Nice Slasher jelent, így meg tudja jelenteni, jelenteni anélkül, hogy ez bármilyen támpot kapna a forgatókönyv írótól, a rendezőtől, vagy bárkitől, egyedül talán az operatőr, az, aki segíti őt, így, hogy, hogy jól nézzen Igen. ki, meg, meg, cool legyen, de egyébként nem kap semmi más segítséget. Szóval én, én, ha ki kell valakit emelném, én a Brian thompson emelném ki, de egyetértek abban, hogy a Brigitte Nielsen is Nem rendben. állítom, hogy a Brigitte Nielsen alakítása egy szenzációs alakítás. Csak a ez képest. Minden, leszokták nézni mint színésznő, csak mint a Stallone volt csaja, úgy él a köztudatban, De meg kell nézni ezt az alakítás, és egyáltalán nem olyan rossz alakítás, amit, amit ő itt művel. A Brian Thompson-ról visszatérve, a, 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 ha jól emlékszem, a film premierjére nem hívták meg. Tehát <laughs> és ezen jól meg is egy egész életre, és valami 20-30 évig nem beszélt a stallone -vel. még a, nyilván nem ugyanazokból a körökben forogtak, de azért volt esély, hogy találkozzanak, és úgy békültek ki, ha jól emlékszem, hogy a Tomzonnak a lánya valami főiskolán írást oktatott, és a Stallone lánya is odajárt, és valahogy rajtuk keresztül találkoztak. Sok-sok szóval később. Ez egy szép sztori, de uh, e, egy kicsit Brigittehez, am amit még elmondhatok, hogy tudod, hogy ő mi volt a e, hős hőskorukban, amikor ők e, házasak voltak, tudod, mint a Brad Pittnek és a John, 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 nek van az a közös neve, ez a Brangelina, nekik nem. mi volt a közös nevük? Nem. Rocky és Rocket. <laughs> Figyelj, nem tudom, a kettő közül, a Brangelin és egy között melyik a rosszabb. Egyik se jó, egyik se jó. <laughs> Na, úgy, ez a kapcsolat is kicsit furomódon val valahogy ez is ilyen nem tudom mennyire emlékszel, hogy a Stallone és a Schwarzenegger között volt egyfajta ilyen rivalizálás. Hogy, 80 hát 80 -80 gyerekkoromnak ez az egyik legnagyobb témája volt. Igen? Igen, és hát végülis ez is közelszik abban, hogy a Schwarzeneggernek a Vörösszonyjánál volt egy afféria a Brigitte, Brigitte Nielsen-nál. Ó, azt nem is És akkor utána, de az csak egy ilyen ez a egy a, a sok közül, ami uh -huh. a a Maria Sivert össze-vissza csalta akkoriban, és az, az egyik, akivel megcsalta, az a itt szem volt. És akkor erről azt hiszem a könyvében is ír, ha van, hiszem az Önjártási könyvében. És, és utána pedig nem sokkal utána a Stallone kezdett el vele dolgozni a Roki 4-ben, és ott uh -huh. össze is jött vele, és nem tudom, hogy tisztában volt a. A Schwarzenegger kapcsolattal, de ha jól tudom, azt arról talán írtak az újságok, vagy valami ilyesmi. Szóval uh -huh. könnyen lehet, hogy tisztában volt vele. És ez is olyan volt, hogy mint el akarta volna venni Schwarzeneggertől azt, ami a Schwarzi volt. Igen, <laughs> szóval... a Stallone, Stallone, sokszor csinált, nem csak ebben az esetben, sokszor csinált hülyét magából emiatt, hogy így be akarta előzni a Schwarzeneggert, és, és, mindig ő járt rosszul a végén, ezt, azt tudom, már emlékszem. Igen, az, az I yeah. vagy Lő a Mamám című filmet, ami szintén... Igen, ja, igen, igen amivel átvette a igen, igen. igen. Igen, szóval az egész ez a Brigitte Nielsen dolog is, ez is szerintem lehető annak köszönhető, meg lehet, hogy az, az a tény, hogy valami nagyon gyorsan kérte meg a Brigitte Nielsen kezét, szóval mm -hmm. nagyon keveset jártak, nem tudom, most pár hét vagy pár hónap már, ennyire azért nem jött tisztában a dologgal, de nagyon rövid után megkérte a kezét, és kb. rögtön házasság lett belőle, és az, az is olyan, hogy akkor megmutatom országvilág előtt, hogy elvettem a svarci csaját, nem tudom. <laughs> Egészséges, egészséges így gondolkodni, nem? Igen, de végül is, hogyha jobban begondolsz, tényleg a Stallone akkoriban ilyen egóbomba volt. Abszolút. És, és, és Elment mellett. az esze egy picit szó szerint jobban, mint a Schwarzeneggernek sokkal. Igen, Schwarzeneggernek van, egy, van egy visszafogott kiszámítottsága, az a cinizmusából, a szimpatikus cinizmusából akad, a, a ered, és, és tud strategizálni a Stallone, meg ebben az időben abszolút nem tudott. Tehát így teljesen megbolondult. Hát meg ő tényleg az, amit mondtál, nők és koka inkább Igen. Eb ebben a... Ez nem háromszög, szög, csak két dolog. De... Hát, hozzá egy harmadikat, buli nők és kábítószer, kább, szóval három szögben élt, élt, élt azért, és így, így gondolkodott. Neked készítette közben a közben orba a filmeket, több-kevesebb sikerrel. Ugye, a, a 80-as évek második felében készült Stallone filmeket, amiket én szeretek, mással nem nagyon lehet megmagyarázni, mint rengeteg kokainnal és Csomó puszival. Szóval... <laughs> Igen, na nagyon érdekes, amiből, különösen érdekes, hogy aztán így valahogy hirtelen egy ponton így 90-es évek második felében, vagy végén így kicsit így magához tért, és lerázta magáról ezt a ezeket a dolgokat, és ilyen sokkal ilyen szerethető, már ilyen szerethető, ilyen szerethető, szerethető öreg, öregapóvá vált, aki ja, így ja, ja. A... Ugye, volt egy olyan tíz éve, a Copland, az, a Copland az emlékeztette az embereket arra, hogy milyen jó színész tud lenni a Stallone, hm. aztán volt egy tíz év, amikor teljesen leült a karrierje, és a Rambo négy el jött vissza, ami, ami megér, az a film az megér egy külön epizódot. <laughs> Igen, az a tíz év meg emlékeztette az, az, embereket arra, hogy egyfelől szerintem hiányzott nekik, meg, ja, ja, ja. meg hogy így a Rambó négyel új ismét megmutatta azt, hogy azért ilyen filmkészítői kvalitások is lapulnak benne. Ami a Cobra is egyébként Szok, szokás mondani, hogy, egyéb, hogy nem csak írta a forgatókönyvét, hanem ő is rendezte a filmet. Igen, hogy ilyen. ez mennyire igaz, vagy sem, azt nem tudom, de szerintem azt nyugodtan mondhatjuk, hogy félig biztos, hogy ő rendezte. Szóval legalább félig ő rendezte. ugye, a, a George Pankozmatos erről a fasziról közismert, hogy szinte az összes filmét nem ő rendezte. Egy nagyon gyenge karakterű fazon. Hát ugye a Tombstone-t a 90-es években, azt a rendkívül jó vesztent, azt is köztudott, hogy a Kurt rendezte valójában ott a forgatás alatt, ja, mikor más és nem a Kozmatos, és szinte ugyanez ment a Kobrával is. Én láttam fotókat a, a Kobra forgatásáról, és a Kozmatos meg az operatőr úgy jönnek a kamera mögött, mintha kiszívták volna belőlük az életet. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy semmi hajlandóságuk és lendületük nem volt, és a Stallone vett át, a kokaina, fűtött az irányítást tőlük, abszolút. De ezzel kapcsolatban volna egy kérdésem, szerinted miért lehet az, hogy van egy ilyen Stallone kaliberű figura, aki szereti teljes kontroll alatt tartani a filmjeit, mm -hmm. megírja a forgatókönyvet, producere is, akár a filmok, az most értem, nem tudom, hogy a Kobrenál producer is volt -e, de de ez biztos, hogy abszolút a kreatív folyamatokban végig, végig, részt vesz. És ak, ha meg már amúgy is rendezi, akkor miért nem vállalja be ezeket, ezeket, a filmeket rendezőként, ahogy később a karriere során már bevállalta, akkoriban miért volt az, hogy így ettől így idegen, mint egy idegenkedett volna? Vagy hogy ugyanúgy hogy a Kurt Wasserra miért nem lehetett rájönni rá ezek pusztán ilyen szakszervezeti ö, okok miatt lehetett? Vagy Egyrészt, a 80-as években nem volt divat az, hogy a sztár rendezzen filmet. Uh, másrészt meg uh, majd mindjárt visszatérek ide, csak uh, ugye az, uh, az egóról. Uh, ugye ez a film egy könyvön alapul, amit egy Paula Gosling nevű hölgy írt, és a Stallone a film uh, forgatás előtt ragaszkodott hozzá, hogy adják ki újra a könyvet, de az ő neve legyen rajta, mint író. Tehát ne a polagozlingel. És ez az, ez egyfajta válasz a kérdésedre, ez az abszolút őrült ego. Uh, figyelj, újra csak visszakanyarodok ide. Az a rengeteg pénz, amit keresett, az az elképzelhetetlen mennyiségű pénz. Tudod, mennyi kokaint lehetett azon venni? Tehát azt benyomta magába, és az ego nem, hogy elszállt, át kiment a stratoszférába. jó, de közben de pont ez, ezt az ego dolgot erősíteni az, hogyha akkor még én is rendeztem a filmet. ott én vagyok az egésznek az úr, és ezt így nyilvánosan vállalom, hogy nincs ott egy alibi rendező, hanem ott van egy a Stallone filmje minden értelemben. Nem tudom, a 80-as években talán az Otter teória annyira, annyira nem... tehát nem volt akkora presztízse, hogy, hogy ő azt gondolja, hogy rendezőnek, mindenest, és fő főszereplőnek, rendezőnek, bla, bla, bla mindenestnek lenni, az egy nagyon cool dolog. Tehát ez, ez, nem, ez nem, jutott, nem jutott eszébe szó szerint. Hmm. Akkor csak hozott egy alibi rendezőt, aki igazából az volt a lényeg, hogy tudta irányítani úgy, ahogy ő akarja, és amikor belesz, úgy érzte, hogy bele kell szólni, akkor bármikor beleszólhatott, és nem Fiham, volt iga, a, Még, a Rambo 2 is, amit szintén a Pán Kozmátosz rendezett, ugye azért jó, mert a, a, Cameron írta a forgatókönyvét. Én nekem jó, én nekem tetszik ez a film, neked nem. Az azért működik az a film, mert a Cameron írta a forgatókönyvét. De maga a rendezés süt belőle, hogy ez nem a pánkozmatos filmje. Én láttam a pánkozmatos korábbi filmét, hogy nem rossz filmek, de az az ember nem így, nem, nem ez a stílus. És ott is szinte biztos vagyok benne, hogy a Stallone vette át a Nem tudom, láttad de a Blu-ray-en van egy ilyen behind the scenes része, ahol a pankozmat az egy kicsit, meg, kicsit megszólal, még egy ilyen korabeli szól, nem ilyen visszaemlékező, hanem még amit a forgatás körül vettek fel, és valami ilyesmit mondta, hogy azért ő a tökéletes rendező erre a feladatra, hogy van benne európai érzékenység. Már szerintem a Cobra az a film, ahol egy nulla európai érzékenységet találsz. Abszolút sem. Figyelj, még talán, talán vizuálisan annyi van benne, hogy utal, most ez egy nagy, ez egy nagy uh, ugrás lesz, és seggembe húzom először szerint, de kicsit vizuálisan utal a, az olasz dzsállókra, tehát azzal, hogy ilyen horror slasher, kinézete van a filmnek, vizuálisan azt idézi, de ez tényleg... igen, meg elég, szín, elég, színpompás film, még a sötét jeleneteiben is. Igen, igen, Ö, igen. olyan ilyen reflektorok, meg nem tudom, hogy lehet látni az egészet a kötgépektől kezdve minden, amit, amit el tudsz képzelni, így van, van benne. És vizuálisan szerintem hát kimondottan gazdag film, ami nem feltétlenül a korabeli akciófilmeknek annyira sajátja. Igen, igen, igen. Uh, szóval beszéltünk arról, hogy hiányzik belőle, hiányzanak a filmből az erőszak csúcspontok, aztán a film végén, amikor Kobra és a barátnője, mert akkor már barátnője, és a... Ja nem, a partnerét addigra kilőtték. Szóval a barátnő és Kobra bemenekülnek egy öntödébe, Kobra mondja a barátnőnek, hogy rohany az öntödébe, hogy honnan tudja, hogy ott a citromkertnek a végén, van egy öntöde, öntöde az, Isten tudja, ott a vidéken, ahol soha nem járt korábban. Szóval ott kapunk egy olyan finálét, aminek a leges legvége az egy sokkoló, rendkívül sokkoló, rendkívül erőszakos kép. Ugye és Kobra felakasztja az ellenfelét egy hatalmas vaskampóra, és a vaskampó meg bemegy a tűzbe, a kohó tűzébe. szólódik a kohó tűzébe. Ez a ez a kép, ez a finálé vég, ez olyan kontrasztban áll az addig történtekkel, az erőszak hiányával, az erőszak látszólagosságával, hogy ez meg megint egy olyan dolog a filmben, ami csak frusztrációt okoz szerintem. Tehát olyan furcsa, diszonás az egész. És ez az egész filmre jellemző én egy ilyen korhatárbizottságoknak a logikájával próbálok ennél a játék -e gondolkodni, szerintem az lehet, hogy ez az a az azért tudott átmenni, vagy azért nem emeltek el a kifogást, mert itt a gonosz bűnődik meg. És általában egész másképp tekintenek, a, hogy olyan erőszakosság, ahol maga a gonosz tevő bűnhődik, bűnhődik, meg, és egyértelműen látszik, hogy ki a jó és ki a rossz. Mm -hmm. Általában ezekben kevésbé kötnek bele, szóval egy ilyen jelet az jobban át tud menni egy szűrőn, és simán el tudom képzelni, hogy, hogy itt nem, nem, emeltek panaszt, mert, mert szoktak, ilyenkor, szoktak, lenni ilyen belső egyeztetések, hogy, hogy minek kellene, mind kellene változtatni ahhoz, hogy ennél ennyi kapjunk, és akkor szoktak kapni tippeket. És könnyen lehet, hogy ez így átment a szűrőn, és azok a dolgok, amikor a gonosz csinált, azok a gyilkosságok, azok a kínzások, ott, ott, ott már probléma volt. Szerintem itt nem, szóval ez nem egy ilyen tudatos dolog volt, valószínűleg szóval az egész film kb. hasonlóan erőszakos lehetett, mint az, mint az E jelenet, mm -hmm. csak, csak egyszerűen a Korhatárbizottságnak a javaslatára ezben, ez ezben maradhatott, a többi meg nem, és e, ez szül egy ilyen fura diszonáns érzést, hogy ha ez ilyen, akkor miért nem lehetett az egész ilyen. Egyébként tényleg igazad van, az egy nagyon emlékezetes pillanat és egy nagyon emlékezetes kép, képsor. Yeah. Carpenter, vagy nem úgy Carpenter, Cronenberg mondta, hogy az összes korhatárbizottság egy ilyen rendkívül per perverz logika alapján működik, és itt ez is csak annak a példája. Abszolút. Azt nem ő mondta, hogy valakinek volt egy ilyen módszer, vagy az a felhőn volt, vagy nem tudom kicsoda, hogy direkt túltolt minden jelenetet, hogy annyira túltolt, amennyire már ő sem akarta túltolni, hogy a korhatárbizottságban való alkub, alkukban ki tudjon bőle szedni olyan dolgokat, amiket eleve nem akart betenni, és akkor egy nem mutatta magát, tudod? Igen, azt hogy... Mondja, a felhőn, igen vagy Ferhőben, vagy, vagy Kronenberg volt kettőt, vagy valamelyik. Szóval eleve ki lehetett őket játszani, mert ha rájöttél az egésznek a fia logikájára, akkor ki lehetett játszani. Igen. Még egyetlen egy dologról, és most ugrok, egy vissza, ugrok egyet nagyot vissza, szeretnék beszélni veled, ami nekem eszembe jut, ha a kobrára gondolok, neked a olós pizza, nekem pedig az, az a bizonyos Angel in the City videoklip, a, igen. A film első negyedében, amikor ami bemutatja nekünk, nekünk Brigita Nézent, és természetesen, mivel 80-as évekbeli filmről van szó, szóval ez egy montás kell, hogy legyen. Egy félig videoklip, zenés videoklip, félig montás. És tele van a robotokkal. Na most, én meg vagyok győződve, hogy a Stallone-nek ez egy ilyen 80-as évekbeli megszállottsága volt, ugyanis, ha jól emlékszem, vagy a Rocky 3-ban, vagy a Rocky 4-ben, Rocky 4. a Rocky, Rocky 4 a Póli kap egy robotot karácsonyra, vagy kar születésnapjára, vagy valami ilyesmi, van, nem tudom már fejből. Nem emlékszel erre a jelenetre? De, de ezt tudom, hogy van, de nagyon-nagyon rég láttam a Rocky 4 szóval konkrét, Én... tudom, hogy van egy e, ilyen nevetséges robot a Rocky 4-ben, de kon a konkrét jelenetre Én... nem emlékszem, ezer éve ez... nem láttam már. És ez visszavezet minket oda, hogy a Stallone-nek az egója mindent irányított ebben a filmen. Tehát egy ilyen teljesen hülye klippet, ami tele van a robotokkal, meg a feleségem alsóneműben alsó ott csápol. Szóval ilyet csak egy olyan agyhoz létre, aki azt, azt hiszi, hogy mindent megengedhet magának, és azt hiszi, hogy minden ízlésbeli döntése tökéletes. És ha ez nem jellemzi a legjobban a 80-as éveket, akkor én nem tudom, mi. Igen, és rá, ráadásul ilyen egészen egymáshoz nem passzoló képeket tesznek, például ilyen utcai koldusok, meg utcán alvó emberek képeit Igen. a Brigitte nielsen a divat fotózásával, meg a robotokkal, meg így ilyen teljesen nem ezek ez így hogy kerül, ezek mi, van, itt, van itt mögött a valami koncepció, mert igazából nincsen. Szóval, ha jobban belegondolsz, hogy van -e ezeknek a képsoroknak, hogy, ennek a párhuzamos vágásnak valamiféle lényege vagy értelme, egyáltalán nincs. Azon kívül hogy azt lehet mondani, hogy úgy, ahogy jól néz ki. De már a film elején is, a, amikor, amikor jön az elején a főcím, akkor is egy ilyen fura montázs jelenet áll össze, hogy a, mutatják a baltát, meg a, ezeket a baltás csápolókat, stb. És az, is, az is ilyen párhuzamos montázs van ott Ez az, az egész, ez az, az szekta más se csinál, csak baltákat üt össze egész nap? Ez feltűnik egyébként, hogyha egy e, igazán nagy tévén nézed, vagy egy jó minőségben nézed a filmet, egy igazán nagy tévén, akkor az az elején, amikor mutatják ezt a bal, balta összecsapós baromságokat, Igen. hogy a, egy kicsit azért, mert el vannak homályosítva az arcok, de egy kicsit azért, hogy lehet látni, hogy ha jobban nézed az arcokat, hogy rohadtul nem félelmetesek a figurák ott vannak, el, olyan, mint hogy a környék postása, meg a, nem tudom, hogy tényleg. Öltönyös fasz is köztük, tehát egy irodai dolgozó körben. Igen, igen, és egy, egy kicsit így az árnyékból, így látszik valamennyire, egy, egy nagyon kev, kevés az arcukból, és lehet látni, hogy nem véletlenül vannak ezek így álma is itt van. Ha mutatnák az arcukat, akkor kurva rölyes lenne, és egyáltalán nem félelmetes A Azok között, az korábban említett kivágott jelenetek között, pont az Angel in the City-ből is, az Angel in the City klipet is átalakították, mert az eredetileg, ahelyett, hogy a Cobra és a partnere hajléktalanokat, meg striciket, meg kurvákat kérdezget az utcán, az volt, hogy a szekta tagjainak a mindennapi életében, a munkájában és a család életében nyerünk betekintést. Tehát látjuk azt, hogy Brian Thompson egy hal feldolgozóban melózik. Meg teljes, az összes többi ilyen blue-color melós munkát végez. És ezt teljesen kiírtották az Angel in the City-ből, abból a videoklipből. És jó, hogy kiírtották, illetve nem tudom, hogy jó vagy rossz, mert azzal is csak arra utaltak volna, hogy ennek a szektánnak a tagja is, most ide visszakanyarulunk a régeni világlátáshoz, melósok, tudod, dolgozó emberek, és nincs köztük olyan, aki mind az alsó középosztály, vagy, vagy alsó osztályokból jön. Tudod, de ez, ez az egész, ha megnézed YouTube-on, kicsit erre utal, mert fönt van a YouTube-on, és, és nem bánom, hogy átalakították. Legalább ennyivel elkerülték azt, hogy a túlságosan a régeni világlátás felé menjenek el. Szerintem amúgy a kivágásnak ez is köze volt, hogy túlságosan túlságosan volt. Nem, gőszték, nem, hogy... biztos, hogy ilyen ilyen meglátás nem vezette őket, csak azért vágták ki, mert a Brigitte nézen csápolása az tetszetősebb, mint, mint az, hogy melósokat kell nézni. Amúgy a az a vicces, az egész Brigitte Nielsen karakter, hogy technikailag az egész fair game regényből, amiből, 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 ezt csinálták, nagyjából annyi van meg, hogy van ez a nő, aki veszélyben van, a rendőrnek is, és ez szemtanúja volt valaminek, és a rendőrnek meg kell őt védeni, és közben ők így összejönnek. Szóval nagyjából minden mást azt szinte, át, szint átírt Stallone szól. Úgy hogy egyébként jaj. nem sok köze van a oprának a Fergémhez. Ez már abból is látszik, hogy a Fergéből készült egy későbbi adaptáció és a 90-es évek közepén a, a melyik Baldwin, William Baldwin-nal? A uh, Billy Baldwin-nal, no, nem? B én, Én nem tudok már különbséget. egy, egy valamelyik baldwin biztosan nem az elekkel, hanem valamelyik jelentéktelen baldwin, -nal, baldwin -nal, és a Cindy Crawforddal. és ezt a filmet csak is kizárólag Cindy Crawford miatt néztem meg, már 10 nem tudom hány éves imádtam azt a nőt, <laughs> de nagyon-nagyon furcsa, csinál. hogy egyébként hogy ugyanaz, ugyanazt a könyvet adaptálta a két nem. film, mert látszólag semmi közel a egyébként. És az is rossz film lett. Sőt, a maga módja még talán rosszabb. Rosszabb, mert a Cobra uh, az egy emlékezetesen rossz film, a Fair Game pedig egy uh, felejthetően rossz film, szóval azt így megnézed és típusú film. Csak, Csaba. csak is kizárólag azért emlékszik rá a, a világ már, hogy a Cindy az egyetlen főszerepe volt talán a filmben. És ha jól tudom, uh, és ha jól tudom, benne, bár ebben nem vagyok biztos. Azt a filmet Hú. sose láttam. Figyelj nekem, a 90-es évek közepén meg volt vhs akkor szerintem megnéztem Egyszer, mert moziba álltál. Hát, egy, azt hiszem, most azt mondani, mert, hogy meg volt viáson, és a szalagot kicsináltad. Nagyon, nagyon köszönöm, hogy ilyen irányba te, te lehetsz, és <gül> <gül> erre, nem, ne, erre nem lehet jó választodni de nem, e tényleg egyetlen egy alkalommal néztem meg, szerintem annyira jelentik, talán meg érdeketlen az, az egész film. És őszintén voltak, szóval, nem emlékszem, hogy következik -e benne, de talán igen, mintha van, mm. van, benne volt van, vonatossá, és talán, talán igen. Én sosem láttam, úgyhogy sajnos erre nem tudok mit mondani. Látom, Sőt, már, direkt... már is többet nyújt ez a film, a Brigitte Nielsen ebben a filmben, nem vetkőzik le, bezzeg ott Cindy Crawford, igen. Csaba, azt hiszem ennél tökéletesebb végszót a Cobra végére, hogy Cindy Crawford ott levetközik, nem lehetne találni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és átbeszélted velem ezt a, ezt a megkerülhetetlen filmet és Remélem, hogy majd valamikor újra eljössz vendégnek a podcastből. Nagyon szívesen felé köszönöm a kivest. Én köszönöm. Sziasztok! Sziasztok!